Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele? Mi a terve? Mit fog tenni? Hogy érzi magát? Mindezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Ez a kehely és a víz jelenti az érzelmeket. Itt éjszaka van, tehát éjszaka gondol rád, vagy megjelensz az álmaiban. Az egyes szám itt vagy arra utal, hogy ő visszahúzódó jelenleg, akkor is, ha gondol rád, és magával törődik. Vagy azt is jelentheti ez az egyes szám, hogy te vagy az egyetlen hölgy az álmaiban. És most megtekintjük azt, hogy mi a terve. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. És ez a terve. Valamit akar rendezni. Láthatóak itt az arany érmék, és ez mind olyan rendben van, tehát ügyel az anyagiakra és a munkájára. Itt rendezi a dolgokat. Amit az arany érmék még jelenthetnek, ezek a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, és veled tervezi a jövőt. Hogy érzi magát? Itt vagy ő várakozik, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és utalhat az ő tartására, az ő érzelmeire. Itt látható ez a várakozás és a szomorúság. Tehát tervez veled egy új kezdetet, de vár arra, hogy te jelentkezz nála. Amit ez a kép még jelenthet, fordítva, hogy te vársz rá. És szeretnél vele érzelmekről beszélni, hiszen itt a kardok láthatóak, és a kardok utalnak a levegő elemére. És a levegő eleménél gyakran kommunikációról van szó. És mivel ő visszahúzódik az ő csigaházába, ezért te vagy itt szomorú. De mivel ezek az ő lapjai, ő ennek tudatában van. Így fog maradni a helyzet, vagy tesz valami mást, mit fog tenni, erre utal itt ez a kártya. Ezen a képen újra a víz eleme látható, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ugyanúgy, mint ahogy itt ez a kehely is erre utal. Itt a mélyben láthatóak a félelmek, a bizonytalanságok, és ez lehúz téged a mélybe. Mert nem tudod, hogyan tovább, mit fog közölni veled. Jelenleg nem beszél nyitottan érzelmekről, de ha ő érzi, hogy te nem érzed jól magadat, itt ebben a pillanatban meg fog jelenni nálad, és segít neked, hiszen a kezébe veszi a dolgokat, a kezébe vesz téged, itt felemel, és így jutsz a levegő eleméhez, tehát akkor fellélegezhetsz, megvan újra a könnyűség, és érzed azt, hogy ő segít neked. És hogyan tovább? Erre utalnak itt a következő kártyák. Ez a kép jelenti az anyagiakat és a munkáját. Itt van egy olyan húzavonal, nem kap elismerést, ez elszomorítja őt, itt vannak még nehézségek. Megvan a terve,
hogy itt rendezze az anyagiakat, a munkáját, az is lehet, hogy lesz munkahelyi változás, vagy alapít valamit. Itt lesz egy új álom, egy új elképzelés, egy új irány. És a közeljövőben közeledni fog hozzád. Meg fogod kapni az elismerést. Ezek az érmék jelenthetik a belső értékeket is. És itt te állsz akkor a középpontban, mint egy királynő, uralkodsz a kelyhek felett, és a kelyhek jelentik a víz elemét, amikor érzelmekről van szó. Te veszed itt a kezedbe a dolgokat. Ő rendezi az anyagiakat, te pedig rendezed az érzelmeket. Itt lesz mindkettőtöknél egy új irány. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!